Sziasztok! Az előző videóban dizájnoltuk az alkalmazásunkat. Én azóta ezt a bikavadító háttérszint egy kicsit megváltoztattam, hogy egy kicsit terminátorosabb legyen, ilyen sötétebb, bajósabb szint adtam neki. Az alkalmazásunk jelenlegi verziójában a Terminator modellek egy fájban vannak tárolva, ebben a Models JS fájban. Ez a való életben azonban szinte sosem így van megvalósítva. Az adatokat vagy egy adatbázis, vagy valamilyen API szolgáltatja. Ez azt jelenti számunkra, hogy amikor a weboldalunk betöltődik, akkor ez valamilyen kérés küld a nagyvilágba, amire tételezzük, hogy érkezik is válasz, és oldalunk a kérésben Terminator modellek adatait lekéri egy külső szervertől. De igazából mi is az az API? Az API az az Application Programming Interface rövidítése, ami alkalmazás programozási felületet jelent. Köszönjük az internetnek ezt a bonyolult megfogalmazást. A lényeg, hogy számunkra az API vagy API, egy olyan valami, aminek a működésével egyáltalán nem kell foglalkoznunk. Nekünk csak azt kell tudni, hogy az API ad nekünk használható funkciókat, vagy adatokat, de hogy ezt hogy teszi, az minket igazából nem érdekel. Hát például, hogy van egy időjárás API, aminek van egy olyan funkciója, hogy le tudom kérni mondjuk egy város időjárását, akkor csak meghívom ezt a funkciót, és megjelenítem a hőmérsékletet, igazából ennyi. Na, hogy rögtön a saját alkalmazással foglalkozzunk, én azt fogom megoldani, hogy használok egy olyan apit, ami visszaad random személyeket egy JSON adatszerkezetben. A linket be fogom majd másolni a videó alá. Én ezt a linket fogom használni. Ez a jsonplaceholder.typecode.com.users, tehát ezt nem kell megjegyezni, így fog kinézni egyébként a maga ez a JSON szerkezet. Tehát ilyen adatokat kapok. Ha jól néztem, akkor igazából összesen igen 10 adat van. Ebből én használni szeretném a rengeteg mezőből az ID-t, a name-et, és mondjuk a font fogom használni széria számként. A többi adatra pedig nekem nincsen szükségem, tehát nem fogok vele foglalkozni. Na most azzal, hogy az adatainkat ebből az API-ból vesszük, egy sokkal életszerűbb alkalmazást kapunk, ahelyett, hogy egy helyi beégetett adatot használnánk, ugye, ami nálunk az a models.js volt. Én az API JS-t fogom első körben nyaggatni ezzel. Az app komponens egy okos komponens, mert ott van neki ugye ez a state, amivel tudja vezérelni az alkalmazás más komponenseinek újra renderelését. A state-ben a models tulajdonság tartalmazza az adatokat, ami egy realisztikus alkalmazásnál alaphelyzetben üres, tehát én fogom és egy üres tömböt adok meg neki. Hogyha most ránézünk a weboldalra, akkor azt látjuk, hogy nincs egy fia terminátor sem. Nyilván ennek az az oka, hogy az előbb üres állítottam a tömböt a state-ben. Persze ezt meg kell oldani, amikor az oldal betöltődik, akkor az alkalmazásunknak valahonnan le kell kérni az adatokat, amikkel feltölti a tömböt. Az osztályalapú komponensek esetében léteznek olyan mágiák, hogy életciklus metódusok, és tök világossá válik, hogyha azt mondom, hogy ezek olyan függvények, amik a komponens létezésének bizonyos fázisaiban futnak, ezért életciklus metódusoknak hívjuk őket. Na most több oldalon is után lehet nézni ezeknek. Én két oldalt szeretek nagyon, illetve ezeket emelem ki. Az egyik, ez a V3 Schools-nak a weboldala. Ugye itt is szépen leírja életciklusát a komponenseknek. A másik pedig magának a React-nek az ezzel kapcsolatos lapja, ahol a komponensek életciklusairól írnak. Én ezt is belinkelem majd a videó alá. Innen lehet művelődni. És igazából itt is látszik, hogy három fontos életszakasz van egy komponensnek. Az egyik ez az a mounting, amikor a komponens bekerül a DOM-ba, azaz megjelenik a weboldalon. Most nagy léptékben adunk, tehát itt van az az updating, amikor változik a komponens. Aztán van az unmounting, amikor a komponens megszűnik létezni a DOM-ban, azaz angolosan lelép a weboldalról. A React nyelvén a mounting az, amikor az app komponens bekerül a root div-be, a root div az pedig az index.html-ben van, tehát ebbe a div-be, amikor bekerül az app komponens.
Hogyha megnézzük a React-nek a weboldalán a mounting szakaszt, akkor itt különböző metódusokat látunk felsorolva. A React úgy működik, hogy amikor mounting van, azaz a komponens megjelenik, feltűnik a DOM-ban, akkor a React megnézi, hogy van-e konstruktor metódus, és hogyha van, akkor futtatja azt a kód, ami benne van. Aztán megy a következőre, most kérjük ezt a másodikat, ugorjunk a rendőrre, hogyha van rendőr metódus, akkor ugrik a rendőrre, ha létezik a rendőr, pedig miért ne létezne, akkor ugye ezt futtatja le, aztán megnézi, hogy van ez a komponent didMount, hogyha van, akkor ebben lévő kódot futtatja le. A többi szakasz, az unmounting, és az updating és az unmounting, az tök ugyanígy működik. Ráadásul, hogyha ezeket a metódusokat eljegyezzük a kódban, akkor a meghívásukkal nem kell nekünk személyesen törődni, ezek automatikusan meghívódnak, amikor a komponens a megfelelő élet szakaszába kerül. Én ezt a bizonyos komponens vagy komponent didMount metódust fogom használni arra, hogy a terminátorokat lekérjem. A kódban elhelyezem, az app.js-ben, tehát én ezt elhelyezem mondjuk ide a rendőr fölé közvetlenül, és a belsejbe ki fogom iratni konzolba, hogy a metódus lefutott. Tehát azt mondom neki, hogy komponent did mount, paramétert nem kap, a törzse, és akkor a konzolba kilogolom, hogy did mount. Aztán mondjuk még a rendőrbe berakom azt, hogy rendőr, csak hogy lássuk, hogy az is futott. És ha megnézzük akkor most alkalmazást, F12, frissítek egyet, akkor látható, hogy először lefutott a rendőr, aztán a did mount. Ugye pont abban a sorrendben, ahogy itt írta is, a rendőr és a komponent did mount. Na most mi van akkor, hogyha mondjuk a komponent did mounton belül állítom be a state-et? Nézzük meg. Itt azt mondom neki, hogy this.setState, és akkor ugye itt objektumot adok meg, models.models. Én még annyit csinálok, hogy a konstruktorban is elhelyezek egy konzol logot. Konstruktor. És ha most megnézzük a böngészőt, akkor látszik, hogy megjelent a kis terminátoraink, viszont várjunk itt egy percre. Ugye azt mondta nekünk a React-nek a weboldala, hogy a mounting szakaszban először lefut a konstruktor, aztán a rendőr és a komponent did mount. Most egy kicsit zavarban érezhetjük magunkat, hiszen hogy a fenébe jelentek meg a terminátorok, hogyha a rendőr metódus, ami megjeleníti a terminátorokat az oldalon, még azelőtt lefutott, hogy a komponent did mountban lekértük volna az adatokat. Na hát a válasz igazából itt van a logban. Ugyanis itt láthatjuk, hogy lefutott a konstruktor, a rendőr, a didMount, aztán még egyszer a rendőr. És a kutya igazából itt van elássva, ugyanis a rendőr lefutott a didMount után is. Miért? Azért, mert a komponent didMount módosította a state-et. Ugyanis a state a konstruktoron belül üresre volt állítva, és ezután volt az első rendőr. Aztán a komponent didMount hasában adtuk hozzá ugye a state-hez a robotokat, és mivel megváltozott a state, a React még egyszer lefuttatta a rendőrt. És a lényeg igazából itt van, hogy valahányszor a state változik, és itt már az update élet szakasza jön a komponensnek, tehát valahányszor a state változik, a rendőr újra lefut, hogy a változások megjelenjenek a képernyőn. És ugye itt van az weboldalon az is, React-nek a weboldalán, hogy az updating szakaszban a rendőr is lefut még egyszer. Hát most, hogy ezt megértettük, én törlöm az összes konzolba írást a kódból, tehát nem kell nekünk sem ez, sem a didMount, sem a rendőr, valamint ugye a modelsnek az importálására sincs szükség, ugyanis jöhetnek az API-ból a terminátorok. Nézzük meg, hogyan alakul a komponent didMount. A komponent didMount-ban helyezek egy úgynevezett fetch metódust, ez egy JavaScript függvény, tehát fetch,
És akkor itt adom meg neki ezt az URL-t, amit itt már korábban megnyitottam, ez a JSON placeholder. Tehát ami ugye ezt a kimenetet szolgáltatja. De beírom. És azt kell tudni a fetch-ről, hogy ő egy promise-t ad vissza. A promise-okról egy másik videóban már szó esett. A promise-nak van egy ilyenje, hogy then. És ebben dolgozzuk fel a választ. Response. És amit a nyílfőgétben feldolgozunk, ez a response.json. Ide kell még egy then, és én most azt fogom használni, hogy users, aztán ide jön a this.setState, csak ide nem models kell, hanem users. Tehát gyakorlatilag most a terminátorok adatai ebből a users adatból jönnek. Tehát fetch JavaScript függvényt hívtam meg, aminek paraméterként adtam át ugye az API-nak a linkjét, aminek a végén az a nagy JSON adat csücsül, amit itt látunk. És a fetch az egy promise-t ad vissza. Na most van két, ahogy már mondtam, van két promise-szal foglalkozó videóm is, az egyik az elméleti, a másik pedig gyakorlatiasabb. Ezeket a videókat mindenképpen mellékelem, így a promise-okkal, akkor most itt helyben nem foglalkoznék. Hát a lényeg, hogy a promise-ok válaszainak feldolgozása végén be tudjuk állítani a state-et, és amit még módosítanunk kell, hogy a Terminator List komponensben a széria számot azt a phone tulajdonságból vesszük, tehát Terminator List komponens, serial number, ugye itt ez a model.phone. És ha jól dolgoztunk, akkor a böngészőnek szépen hoznia kell az API hívás eredményéből a terminátorok listáját, mondtam egy frissítést, és látható, hogy meg is jelentek ugye a nevek, illetve ugye a széria szám az a telefonszámból származik. Na most el kell mondanunk, hogy szintet léptünk, új skillünk, azaz API hívó kisiparos lett. Még egy dolog, ami a felhasználó élményt javítja. Mi van akkor, hogyha több ezer adatot kell az API-nak visszaadnia, és ez bizony időbe telik? Be tudunk építeni egy olyan kis logikát a rendőrbe, körülbelül ide, hogy amíg a state-ben lévő tömb hossza nulla, mert még a state-ben ugye nincsen semmi, addig valamilyen folyamatjelzőt megjelenítünk. Tehát például ide azt írhatom, hogy if this.state.models.length, hogyha ez egyenlő nullával, tehát a modelsben lévő tömb darabszáma az nulla, akkor térjen vissza nekünk egy olyan fejléccel, hogy betöltés folyamatban. Jó. Hogyha böngészőben nyomogatjuk az újratöltést, akkor látható, hogy itt felvillan a betöltés folyamatban. Tehát ennek a videónak az volt a lényege, hogy a terminátoroknak az adatait azt nem egy lokális beépített fájlból, abból a bizonyos models.js-ből töltöttük be, hanem egy külső API hívást használtunk. És egyébként most eszembe, hogy innen nekünk nincs is szükség már erre a models.js-re, tehát én ezt törölhetem is. Megnézzük, hogy az alkalmazásunk továbbra is működik-e. Azt mondja, hogy itt most ugye másra kell keresni. Jó, tehát működik az alkalmazás továbbra is. A következő videóban meg fogjuk nézni, hogy mi az a children, és mire tudjuk használni.